Jól imádkoztunk, és ezért van az, hogy ma nem egyszerűen egy felújítást köszönhetünk, amelyet Konkoly György végzett el, és köszönjük szépen, mert az elmúlt nyár folyamán naponta csodáltuk, ahogy ő itt nagyon apró mozdulatokkal dolgozik, és nagy tisztelettel nyújt ez a kúthoz, hanem ez a jobb, ez tartalmilag, minőségileg is jobb, hát ezt ünnepelni jöttünk ma össze. Én nagyon köszönöm minden közreműködőnek, hogy ez megtörténhet. A városnak volt egy törekvése, és egybe esett a mi kiváló kollégáink Vizsei Zoltán és Váci Dániel nagyon innovatív gondolkodásával, és őket illeti tényleg minden dicsőség a várost és azokat, akik ezt a fantasztikus dolgot kitalálták, amilyen kicsi a többi nagy épülethez képest, azok olyan annyival több kisugárzást, erőt fog majd adni, és szimbolizálja azt, hogy mit jelent, amit túl sokszor mondtam, és már nem szeretnék a jövőben túl sokat emlegetni, a kreatív város. Találtam valamit, ami a mi követségünket és Kőszeget összeköti. Ki lenne más, mint maga Jurisics Miklós, aki összeköt bennünket. Nem fogják elhinni, de ez a Jurisics Miklós 1544. április 26-án vett két házat magának Bécsben. A Bangassze 4 szám alatt volt ez a két ház. Tudják, hogy mi a Magyar Nagykövetség címe Bécsben? Bangassze 4-6. Kőszegnek a harangszón kívül számos saját zeneszerzője, és jó néhány fontos saját zenéje is van. Az eddigiekben 11 óra után hallották azt a kis szignált, ami a kőszegi éneknek a refrénjét mutatja. Ahogy a vasút beérkezik Kőszegre. Civitas libera regia.